Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket az aktuális teli hold energiáit. Nézzük végig a holdfázis videó első részét. Látjátok, első rész, mert kettő lesz. Ebben a mostaniban megnézzük az általános energiákat, ami mindenkire érvényes. És aztán, hogy ezek hogyan alakulnak a hétköznapok szintjén, na, azt nézzük majd meg a holdfázis videó második részébe, majd már pakli választós módszere, tehát a közös kollektív energiák a teli holdra, szeptember 18-ára, arra a teli holdra, amikor a nap a szűz jegyében jár, a hold pedig a halak jegyébe, és nem elég egyébként, hogy a halak jegyében áll, de együtt is áll a halak bolygójával, a Neptunusszal. Úgyhogy ez egy nagyon érzelmes, nagyon érzelmi energiákkal telített időszak lesz, már csak azért is, mert egyébként holdfogyatkozás lesz. Igaz, hogy csekély mértékű, legalábbis ugye, amit Magyarországon láthatunk belőle, tehát attól még ez egy holdfogyatkozás. A holdfogyatkozás okán egyébként sokkal erősebbek és intenzívebbek lehetnek a teli hold energiái, tehát fokozottan lesz mindaz jelen, amit majd most itt nézünk és olvasunk, hiszen teli hold az, amikor a nap és a hold szemben áll egymással, holdfogyatkozás pedig az, amikor a kettőjük között áll pontosan a Föld, vagyis hogy mi, akik a Földön élünk. Tehát a keresztüzében leszünk a nap és a hold energiáinak, mind a racionális dolgokra, mind az érzelmi dolgokra, sokkal erősebben ráláthatunk, sokkal tisztábban észrevehetjük az esetleges hibákat, az esetleges illúziókat. Ezekről úgy egyértelműen nem hogy lehullik a fájú, hanem hogy letépik a raktapaszt majd. És lehetnek ezek olyan szembesülések, amik nem feltétlenül kényelmesek, de egyébként mindenféleképpen előre visznek minket, tehát hozzátesz az életünkhöz. És hát, mivel van egy ilyen turbózó energiája, bizony gyorsabb, nagyobb, hirtelenebb változásokat is hozhat. Természetes hát, hogy a földes elemmel rendelkezők, és tudjuk, hogy mindannyiunkban benne van minden 12 jegy, szóval azon az életterületeink, amelyeket a földes jegyek jellemzik, azokon bizony egy esetleges ragaszkodás vagy beragadás, hát ez problémás lehet, az káros lehet. Mondom ezt nektek azért is kifejezetten egyébként, mert ez a nap-hold szembenállás, ezt pont a 2-es és a 8-as házban fog megtörténni. A 2-es házban, ahol a nap áll, az mindig az én pénzem, tehát az egyénnek a saját pénze, az anyagi javai, mindaz, amit birtokol, mindaz, ami fizikailag az övé, beleértve a fizikai testünket is. A 8-as ház pedig a másik, vagy a mások pénze, vagy a mások teste, vagy a mások birtokai, mások teste. Ez azért mondom, mert párkapcsolatban van, nyilván szexualitást is behozza. Tehát, hogyha ott nincs valami a rendben, ha ott vannak problémák, akkor valószínűleg azok is fokozódni fognak. Meg hát úgy általában az anyagi dolgaink, az anyagi javaink. Szóval tisztában láthatjuk majd, hogy mi is a valós helyzet, mennyire stabil az anyagi helyzetünk, mik azok a tennivalók, mik azok a szükséges dolgok, amiket eszközölnünk kell, és azért hát a mai világban mindenféleképpen, hát szerintem bárki elmondhatja, hogy ezért van azzal mit kezdeni, mármint hogy kell azzal foglalkozni, nem lehet elhanyagolni, nem lehet azt mondani, hogy jó, nekem minden rendben van, mert egyik napról a másikra változhatnak a dolgok. Tehát a holdfogyatkozás idején igen, nem minden sétakalap, és úgy tűnik, hogy most ez a terület lesz érintett, hogy más nem mondjak, itt van Lakshmi istennő a szerencsével, itt van Bridget, aki szintén a bőség energiája, tehát valahol mindannyiunk arról beszél, a bőségről, arról a dolgokról, amiket úgy kapunk, amik megvannak nekünk, amit megadnak nekünk az égiek, hát ezt tudjátok, mindig időszélbe kell érteni, hiszen semmi sem véletlen, semmit sem ajándékban kapunk. Az én és a te pénzed, ugye beszéltünk már itt, mert persze, hogyha ez az időminőség, akkor ez több videóban is elő fog jönni, több olyan videóban, ami az adott időszakhoz kapcsolódik, vagy a környéken, a közelben, időszempontjából a közepnében történik. Szóval, hogy beszéltünk már az adósságokról, a kölcsönökről.
ezek szempontjából most nagyon fontos az, hogy ezeket rendezzük, hogy ezeket tisztázzuk. Ha ezekkel kapcsolatban bármi tennivaló van, és akár azért, mert ti tartoztok, akár azért, mert nektek tartoznak, azért azokat most jó elővenni, és jó azokkal hát gatyába rázni, talán így is lehet mondani. Tehát, hogy ne legyenek elvarratlan dolgok, ne legyenek rendezetlen dolgaink. És bizony, itt ne bízzunk úgymond a vak szerencsébe. Mi vagyunk a gyógyítók. Tehát Bridget azt mondja, hogy mi nekünk kell most itt a dolgokat rendezni. Nem bízhatjuk rá arra, hogy majd alakul, majd rendeződik, majd minden jó lesz. Egy picit így le kell szállni jobban két lábbal a földre, már két lábbal kell állni a földön, sokkal inkább, mint eddig. A szünet és a csillagmag kártya érkezett, a Vörkőjlát pakliból egyébként. Nekem ez is azt mutatja, hogy hát most bizony, hozok most nektek egy fogalmat, de ezt ne úgy értsétek, ahogy a legtöbben. Szóval, hogy a piszkos anyagiak. Nem azért, mert piszkos, hanem mert talán nem olyan fenkölt, talán nem olyan szép gondolatok, mint a lelki fejlődésünk, a szeretet, a spiritualizmus. Tehát ennyire nem fenkölt. Bizony ez nehezebb, bizony ez fizikai energia, és bizony ezzel kell most foglalkozunk. Egy picit így ezzel kapcsolatban, ezeken a területeken lerángatnak minket a földre. Nem kell megijedni, hát nem lesz ez mindenkinek anyagi veszteség, de lehet, hogy mindenkinek egy-két hivatalos intézni való, vagy ez, vagy az, vagy amaz, az azért befigyel. Tehát aktívabbaknak kell lennünk ezen a fronton. És még egyszer mondom, itt az is van, hogy nem bízhatjuk a szerencsére magunkat. Mármint, ha bármi tennivalónk van, akkor az bizony nem lehet elhanyagolni, akkor az bizony meg kell lépni. Lakshmi Istennő a jó szerencse adományozója, de nem lehet ám azt se elherdálni, amit kapunk. És persze, hát ez azt is jelenti, hogy a siker, a gazdagság, a bőség, az irányba teendő törekvéseink, lépéseink, azok sokkal eredményesebbek lesznek ebben az időszakban, hiszen hát ott állunk a nap és a hold keresztüzébe. Mind a vágyainkra, az álmainkra nagyon jól rálátunk, mind a másik oldalra, hogy mi annak a realitása, és vagy milyen reális lépéseket lehet tenni, ha esetleg eddig valahol elszámoltuk volna magunkat, vagy egy picit a felhők felett jártunk volna, és mondjuk nem valós elképzeléseink lettek volna, na, akkor megint így leszállhatunk ezekkel kapcsolatban a földre, két lábbal, és akkor már két lábbal a földön állva, vagy akár négyen is, már sokkal hatékonyabbak és eredményesebbek leszünk. Tehát nagyon sok lehetőséget is tartogat ez az időszak természetesen, de akkor pont ilyen gyakorlatiasabb a módon. Egyébként a Jupiter a 10-es házban áll ez a céljaink, a vágyaink területe, ugye? Minden olyan törekvésünk, amit kitűztünk magunk elé, és amit szeretnénk elérni. Hát ez a három bolygó, mármint hogy a Jupiter a naphold szembenállással, a nappal és a holddal, szóval egy elég feszültségteljes fényszöget zár be, egy-egy kvadrátot kapnak mind a ketten. Ez egy úgynevezett T-kvadrát, ami azért egy nagyon kötött energia. Tehát igen, itt a céljainkat láthatjuk egy picit majd elúszni, vagy láthatjuk, hogy akadályoztatottak vagyunk azoknak az elérésébe, de persze ez megint nem azért van, hogy megtörjünk, vagy lemondjunk bizonyos dolgokról, hanem azért, hogy reálisabban lássuk a dolgokat, és így viszonyulva már a valósághoz, a tényekhez, a céljaink közül, ami tényszerű, és tényleg elérhető, és megvalósítható, az már sokkal közelebb kerülhet hozzánk. Ne felejtsük el közben, hogy 2-es és 8-as ház érintettségünk van, azért itt ez egy pici kiszolgáltatottságot is mutat anyagi szempontból, tehát nem csak a mi pénzünk, hanem valakinek, egy konkrét személynek, vagy úgy mondjuk egy banknak, vagy egy cégnek, vagy bárminek a pénze, az megint hát majd szerepet fog játszani a történeteinkbe. Egyébként kiemeltem, fontos ebben az időszakban, hogy csak olyan mértékű hitelt vegyetek fel, tehát azt is nagyon reálisan lássátok, amit ténylegesen, ha fene-fené teszik, és vissza tudtok fizetni. Tehát nagyon fontos, hogy sokkal tudatosabbak legyetek ilyen szempontból is. Hát
úgy általában soha, de ha soha, akkor most még kevésbé lehet arra appellálni, hogy majd minden jól alakul. Tehát nem szabad gondatlannak lenni, nem szabad meggondolatlannak lenni. Egyébként a pénz és az anyagiak körül, hát lehetnek viszályok, lehetnek veszekedések is, egyébként konfliktusok, egyébként hát nem véletlenül van itt Bridget, tehát van mit, lesz mit rendbe hozni. Ugye Bridget kelta istennő, a tavaszvárás istennője, így jön ő vele képben a bőség, amikor minden elkezd éledni, és amikor elkezd melegebb, szebb lenni minden, a természet is ezt az elfogadható barcát mutatja. Nem a hideget, nem a rideget, nem a befagyott dolgokat, hanem azt az időszakot jelöli, amikor végre elindul a pesgés, amikor végre elérkezhetnek már a dolgok felénk, illetve hát ugye tavasszal ugye elkezdhetünk dolgozni azért, hogy majd legyen mit learatni. Tehát tulajdonképpen egy nagyon nagy változást mutat. Bridget kártya egyébként azt mondja, hogy bízd az istennő gyógyító energiáiba, tehát ne abban bízzatok, hogy a dolgok maguktól rendbe jönnek, hanem abban, hogy a dolgok javíthatóak, kiküszöbölhetőek a nagyobb problémák, akár még előre is. Az, hogy te gyógyító vagy, mutatja, hogy a támogatásával sokkal inkább leszünk hatékonyak. Akár bárminek a megszerzéséről legyen szó, akár jogorvoslattól, tényleg egészségügyi problémákon át, különböző készségek jó, megfelelő alkalmazásaig mindenben tud minket támogatni. Nem véletlen egyébként, hogy mindjárt mutatom nektek, hogy a haja ilyen tűzcsóvákban, nem is tudom, lángokban végződik, a tűz istennője is, és természetesen ugye a tűz is, mint gyógyító energia, hát ugye a láz, az pont egy gyógyulási folyamat, tehát nem egy kortünet, hanem az maga a gyógyulásnak a tünete, mondjuk ezáltal utal arra, hogy igen, hogy valami korság volt, de azt is mutatja, de a szervezet már védekezik, a szervezet már gyógyítja önmagát. És igazándiból Bridget is azt mondja, hogy amilyen problémátok eddig bármi is volt, és bármi alapján is gondolhatnátok a múltatokban visszanézve, hogy bizonyos tényezők, vagy bizonyos tapasztalatok tudnak titeket gátolni, és azt feltételezhetnétek, hogy úgyis elbuktok, hogy sikertelenek lesztek, avagy eredménytelenek, hát bizony ez nem kell, hogy törvényszerűen megismétlődjön. Nem kell, hogy ugyanúgy legyen minden, ugyanaz legyen a megtapasztalásotok, mint eddig. Tehát ezért is mondom, hogy a változásnak a szelét is hozza ő maga a változás iránymutatója. Megmutathatja nektek, hogy hogyan, mikor, miben tudtok tényleges lépéseket tenni, előre haladó lépéseket. De ez kell ahhoz is ehhez egyébként, hogy ne várakozzatok és ne tétlenkedjetek. A csillagmag kártya és a tarts egy szünetet kártya egy picit azt is mondja nekem, üzeni nekünk, hogy különbség van, amikor valamit nem teszel meg, mert olyan elérhetetlennek látod, vagy az esetben olyan feleslegesnek látod, hova tovább néhány esetben mondjuk lealacsonyítónak látod megtenni valamit. Szóval, hogy különbség van, amikor valamit nem látunk elég fennköltnek, és ezért nem tesszük meg, nem lépjük meg, és különbség van a között, amikor egy picit visszavonulunk és töltekezünk, hogy utána megtegyük azokat a bizonyos lépéseket. Nyilvánvalóan nem arról szól, sőt nagyon nem arról szól ez az időszak, hogy hajtsátok túl magatokat, mert a tarts egy szünetet, az több szempontból is itt lehet. Tarts szünetet, hogyha eddig egy picit mondjuk elrugaszkodtál a valósághoztól, vagy a földi élettől, mert mondjuk elfordultál az emberektől, vagy bizonyos dolgoktól, folyamatoktól, mondván, hogy ez olyan nyomvonalon halad, vagy olyan irányban halad, vagy olyan történések vannak, amiket nagyon nem tudsz azonosulni, és hova tovább tenni sem tudsz ellenük, vagy akár emberekért nem tudsz tenni, hogy szóval ebben a meglátásban, ebbe vigyetek bele egy nagyon nagy szünetet, és egy nagyon nagy megértést,
visszafordulást, hogy ez nem így van. Tehát akkor azt mondja ez a szünet, hogy álljatok le ezzel a gondolkodással, álljatok le azzal a feltételezéssel, hogy tenni valamit, meggyógyítani valamit, akár szó szerint, vagy átvitt értelembe, majd fogtok, amikor majd ilyen vagy amolyan körülmények lesznek, vagy bizonyos körülmények akár nem lesznek, mert már megszűntek. Tehát itt igazándiból egy idealizált halogatási energia van, amit időszerűen lesz nagyon ebben az időszakban abba hagyni. És ahogy mondtam, a foltfogyatkozás energiája azért itt felturbozza a dolgokat. Nagyon nagy, hát, meglátások lehetnek, és igen, sokszor olyan módon, ami nagyon nem kellemes. Érdemesebb, hát, rugalmasan hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, akár még meg is előzni azt, hogy az élet durvábban felrázzon minket. Fel lehet magunktól is ébredni, nem kell megvárni, hogy az élet erősen megrángasson titeket. A másik üzenete pedig a következő. Nyilván ez másokkal fog rezonálni, más élethelyzetre vonatkozik, bár meg lehet, hogy éppen mind a kettőben benne vagytok. Ne fókuszáljatok kifejezetten életetek csak egyik vagy néhány pontjára, elhanyagolva a többit, elhanyagolva akár saját magatokat, illetve és vagy bizonyos anyagi folyamatokat, és vagy akár a fizikai testeteket. Ugye mondtam, hogy a kettes ház, az igen, az pénz, igen, az anyagiak, minden, amit birtokolunk, minden, amit meg tudunk fogni, és birtokoljuk, és meg tudjuk fogni a saját fizikai testünket. Tehát fizikailag se hajtsátok, traktáljátok túl magatokat, mert akivel így rezonál ez a kártya, az megkaphatja a saját figyelmeztetését is arra, hogy nincs tovább mázni abban, azzal kapcsolatban, hogy mennyire tudjátok kihajtani magatokat, mennyire tudjátok leterhelni magatokat. Bizony most meg kell állni, és bizony meg kell figyelni, rá kell látni azokra a folyamatokra, amik nincsenek rendben. Akár az anyagiakkal kapcsolatban, ugye, amit itt már taglaltam, akár pedig az egészségetekkel kapcsolatban is. Igen, lehet tenni érte, igen, meg lehet gyógyítani, de ha magától nem figyel az ember erre, akkor bizony itt majd nagyon nagy figyelmeztetéseket lehet kapni. És ugyan lehetnek olyan céljaitok, olyan terveitek, amik okán azt mondhatnátok, hogy hát nekem most erre nincs időm, hát én ezzel most nem tudok, vagy nem szeretnék foglalkozni, de akkor bizony majd jönnek azok a bizonyos említett kvadrátok, azok a nehezebb, korlátozó energiák. Ebben az időszakban nem, hogy másznink nem lesz magától, illetve hát csak akkor, ha mi teszünk valamit azért, hogy a dolgok javuljanak, hanem. Tehát pont egy ilyen csökkent energiát látunk ebben a kártyában, mind a két kártyában, ami itt van, mind a két kártyában, ami a Work Your Life pakliból jött, azért valahol ott van az, hogy. Ott van az, hogy vagy töltekeznünk kell és pihennünk kell, mert szóval nem lehet tovább feszíteni dolgokat, míg a másik kártya pedig azt mondja, hogy ne kihelyezzünk a jövőbe, vagy egy vágyott állapotba bizonyos tetteket, bizonyos tevékenységeket, a tennivalóinkat. Tehát ne idealizáljuk a jövőt, és meneküljünk bele abba, hanem bizony jöjjünk vissza az itt és mostban. Nézzük meg, hogy bizony azokkal a nem ideális, nem álomszerű dolgainkkal mi újság van, mi helyzet van, mi a helyzet velük, bocsánat, mert igen, tehát nem lehet arra appellálni, hogy majd. Itt és most figyelni valók vannak, itt és most megoldani valók vannak. Nem lehet elmerengeni a jövőbe, és oda menekülni, úgymond, sem érzelmileg, sem lelkileg, sem szellemileg, hogy majd. Tehát itt és most ebben az időszakban nagyon nagy tennivalóink vannak, lesznek, mert a folyamatok, ha ugyanúgy mennek tovább, akkor bizony problémákba fognak fulladni. Ez most nagyon volt egy ilyen olvasás, ennek az energiája nagyon itt van az elmúlt időszakban, és itt valamikor a gyertya is kialudt, de hát igen, tehát így aludhatnak ki a dolgaink. De épp azt akartam mondani, hogy volt itt egy olvasás az elmúlt időszakban, ahol nagyon erősen ez volt az egyik üzenet, és ha ti azt néztétek, hallottátok, akkor hatványozottabban szól nektek, és mutatja, hogy na ez az időszak valahol a csúcspontja lehet mindennek, amit ott hallottatok. Egyébként továbbra is mindenkinek szól, mert ez kollektív üzenet, kollektív energiáka, de hát tudjátok, majd úgyis a holdfázis videó második részében megnézzük, hogy miként fog ez megtörténni nálatok.
Most ezt az olvasást itt le is zárom, és akkor várlak titeket a holdfázis videó második részébe, ahol majd folytatjuk, de már pakli választós módszerrel, és az olvasás majd arról fog szólni, hogy mindez hogyan valósul meg nektek a teli hold időszakában, ami ugye azért ez még nem hangzott el, ma hangozzon el most is, nem egy óra, nem egyetlen nap, hanem azért nyilván belesimul az hold hónap történéseibe, és jó pár nap itt a hold hónap kellős közepén. Lényeg a lényeg, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, megnéztétek, meghallgattátok ezt a videót is. Ha tetszett, kérlek, ne felejtsétek el lájkolni, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ha hasonló videók érdekelnek, és legfőképp ne felejtsétek el, holdfázis videó második rész, várlak titeket ott is szeretettel. Sziasztok!